Most az van, hogy be kell állítsam majd a szisztémát, a hang az megy, és akkor beállítom ebbe OpenLM, meg minden Ninja Gaiden USA. Reméljük, hogy ez az. Ott a Presence 1984 remélhetőleg hogy ettől független ez az a játék. Ettől függetlenül nem 1989-es, tehát sima Ninja Gaidenre van szó, nem tudom mi van oda írva, hogy 89. De ugye elvileg ez az. Úgy, hogy fut? Hogy fut a csöves? Azt figyelj. Hát ilyen futásokat nem baszol egész, még Európában se. De vagány te. Akár a 88 Amerikában csak 89-ben adták. Jaj, mert az USA változat volt, ja értem. Akkor jót költöttem le. Legalább ez még fut lag nélkül. Hát igen, bebaszna, hogyha ez nem futna. Bebaszna egyébként, kedves Péter. Mindjárt közben fogom azt, mindjárt berakom full képernyőre, csak most nem akarok olyan vízbaszkodni vele, ha még most megy ez a cutscene. Mi van? Ilyen load. Véletlenül nyomtam valami gombot. Reméltem, nem túlságosan hangos a játszás. Én fogom az egész rendszer. Mit? Ja, crash-t? Na. Hát tolni kell azt is. És akkor most... Igen. Na, akkor mehet szerintem most már ténylegesen az első pályától kezdve, és akkor elvileg akkor itt... tudom, majd akkor nincsen mentés a játékban, és akkor csak akkor van mentés, hogyha... Hát, hogy így konkrétan így játszarom kell, így komplettan, és nem az van, hogy ha most véletlenül kilépek, akkor nincs mentés, akkor újra kezdődik, ha véletlenül ki, akkor kikesse a játék, vagy nem tudom. Ne használj save state-et. Death lesz lenne. Ment az neked. Ne használj save state-et, azt tudom, hogy kell, meg hol kell egyébként ilyet csinálni. Azt figyelj, hogy beugrott. A kis csöves. Nézd meg, azt figyelj. A bogarakat is szét kell szabdalni közben. Igazi ninja, nézd meg. Akkorákat ugrik, és most ott szereztem valamit. Az mire jó? Meg hogy tudom felvenni? Meg mi ez a visszaszámolás? Timer. Ja, hogy közben meg annyi szarakodtam, hogy már lejárt az idő? Ja. Ja. Közben meg az időre is megy, jó van. Oké. Okay. Csak addig szarakodtam. Nem állítottam meg a játékot. Ez így jól indult. Hol van az a ütős bogár? Most meg elment. Persze akkor visszajön, amikor már elmegyek onnan. Hagyjon meg. Mert vicces a random visszakerülsz 3 epizód előrébb. Igen. És akkor mit kéne ezzel csinálni, kedves Kristóf barát? Mit kell ezzel tenni? Nem kell csinálni semmit? Vagy kell szétet használni egyébként? Azt tudom, hogy az hogyan működik. Azt ugye látod, és a sok-sok videó, amit néztem tőletek, srácok, azzal most nagyon profi vagyok. Profizmusom egekben. Úgy ugrok, mint egy igazi ninja, úgy szaltózok, nézd meg. Így fogok átmenni összes pályán. Azt hitted. Ilyen a Jedi Fallen Order, meg a Survivor-ben? Hát az Istennek nincsen ilyen. Ilyen falonfutás, vagy falonugrálás. Azt hitted. És hogy eltűnnek, meg visszajönnek a teleportálnak a karakterek, vágod? Azt hitted. Na jó van, basszus. És a szemem látára tűnnek el a karakterek. Hova tűnt a bogár? Meg is csináltam. Egeret küldhatod a képből, jó van akkor. Én most már boss is van? Egyik ellenség a Biker a Hotline Miami-ból. Igen. Tényleg. Ez jó tudni. Mutatja, hogy milyen másodlagos fegyvert veszel fel, és a felfele plusz számos kombóval használhatod azokat a suhintás helyett. Aha. Ez tökéletes játék, mert nem beszélhetsz 1000 évig közben, muszáj játszanod is. Hát nem, így meg tudom így elbállítani, hálad Istennek. Pár részeken ment magát a játék mellett. Jobb felül látod, stage 1, pálya rész például.
Ja, hát az persze, persze. Fándok megragadt valami legalább a Hotline-ból. Hát az biztos. Ő élvezte a Hotline Miami-t. Egyébként én is élveztem a Hotline Miami-t. És hogy kell ezt? Ja, mert már nem szereztem már meg. Ja. Ez teljesen jó. Ennyi volt. Hát lealáztam az embert. Mondjuk majdnem meghaltam, egyébként nem kell sok. Letetlen boss harc. Hát ez valóban az. Ja, meg van az első, ez már nem, még nem az első akt volt, ez meg az már az első aktnak a vége volt. Ugye milyen easy game már? Egyébként valóban. Eddig abszolút. Nem tudom, megint egy magában Pokémon. Igen, mondta, hogy ezért streamelni akar. Bár tényleg sok embert nem fog megmozgatni, de hát ettől független, hát most figyelj. Az is valami. Több mint a semmi, ha így nézzük. László streamelni egyébként? Ja, a Kenta is. Nem is egy ember, kettőnben nézi. És ebben börtönbe zárták az embert. Valakit. A ninját. A Gaident legyőzték. Majd a NG Plus-ra vagyok kíváncsi neked. Milyen NG Plus-ra? Adjam-e béke NG Plus-ra. Az a Final Boss. Ezt láttam a Erhardtnál. Már még emlékszem. Belurkoltam őket én is. Ja, értem. Hát fontos a lurkolás, hogy érezzék a törődést, tudod, hogy van ez. Láthassák. Megoldó képlékenységet, megoldó képességét. Be careful, vigyázz magadra, Gaiden. Ja, ennyi volt. Nem három aktból áll egy izé? Három stage-ből áll egy akt, vagy a faszom? Hogy... Igen. Vagy innentől kezdve a többi már három lesz, csak az első volt kettő. Az ember sem erre jó van, akkor hát akkor hagyom engem békén. Aha, itt is lehet. Hogy kikerültem a drága átos izét. De azt láttam egyébként Nader, hát hogy te ugrás közben is így ugrat, és akkor úgy is öltél meg valakit. Nem kellett így ezt csináld, hanem így konkrétan ugrás közben is csináltam. Vagy az ami passzív, vagy valami képesség. Egyébként. Az jó. Dika csöves. Ezt hogy csináltad? Nem minden arra tudja annyi pályá, aha. Hisz már kivitte halál nélkül Hitlessben és NG-t is. Tényleg? Az kemény. És hol a bizonyíték? Hogy kell felmenni? Dik az. Nem mehet így felmászni? Vegas a másodlagos támadásokat. Négy van belőle, úgyis könnyű ráérezni. Másodlagos. Itt csak a támadás van nekem. Még felfelé is. Aha. Vagy van egy kard, aha. Ó, mi a fasz. Valamiért a nyilat kell használni, és nem a izét. Milyen tudok felmászni? Elveszett a fel... Ja, értem. Értem már. Nyilat kell használjam ahhoz, hogy ez működjön. Meg is haltam, teljesen jó. Ott lesz a pontszám alatt timert jobbra, ha felveszel valamit, mellette a szám, meg hogy mennyi manát van. Aha. És a mana az... pontosan mire jó? Meg itt is veszek fel csomó ilyet. Aha! Aha, oké. Okay. Már megvan. Az igen, hogy felugrik? Mi a fa? Itt akarjatok már innen. Nem voltak ezek ilyen sokan előbb. Mit jöttek ezek ilyen sokan? Felveszem itt az izéket, az itemeket, a sétlenem megbolondulnak? Hogy mi az Isten? 16 manám van, hogy mire jó az?
Én mindent nem tudom, hogy kell innen felugrani, vagy itt átugrani. Vagy ilyet nem is lehet. Ott is csomó mindent felveszek. Megint te dob. Oda is kell a másodlagos támadáshoz, game over. Az jó. Igen. Most mi van? Na jó van. Nem, mert megvan már. Van is kell másodlagos. Ja, értem. Azt hittem egy pillanat, hogy előről kell kezdeni az elejétől, de aztán emlékszem, azt eszembe jutott, hogy a Erhard azt mondta, hogy ilyen nincs a játékban. A túlságosan durva lenne. Tiktak, tűnj innen, hagyjál meg. Rocky, ez mi a fasz? Schengenből kinyerte az aprót, hát... Ezt a csöves bogarat. De szar. Elején te is élveztem. Igen, elején te is élveztem, ilyen szó. De hogy kell beugrani azon a szaron? Nem tudom, hogy kell tovább menni azon a részen. Itt. Ott kell felugrani arra a szarra. Igen. Az okés. Ott non-stop. Itt non-stop leugrik egy bogár. Ja, megvan már. Megvan már, hülye vagyok. Megvan már, rájöttem. Közben. Az jó. Mindjárt meghalok. Miért mehet felmászni egyébként? GG, wall jump oda-vissza. Ah, megvan, megvan. Nagy ezen pont a végére sikerült rájöjjek. A titkára! Istenem. Tartott, megnyomod. Átugolhatod a game over kié. Képenyőd gyorsabban. Oké. Okay. Végett is megtudtam, hogy nehezen. Akarjatok innen csöves kutyát. Ennyi. Ennyi volt, már is mentem azon a szar szegmensen. Aha, szóval ez amit én néztem a Erhardtól, hogy így fogja és akkor így is támad, nem is hogy abban a forgásban marad. Ilyen gubó formában benne marad és nem kell neki állni itt kardoskodni, hanem így marad. De most abba hagytam, már mit csinálja. És ez még mindig az stage 1, az jó. Meg már azt hittem, hogy ez már a következő. Aha, értem. Ugorjál már át. Na. Miért nem ugorik el? Forgás csak a noobok használja. Igen? Az a kedvenc move-om. Igen. Na most sikerült átugorjak. Végre valahára. Csak egy jó időzítés kellett hozzá. Na és még azt hittem, hogy okos leszek. Most sikerül áthatoljak rajtuk. De hát látod, nem ment ez. 71 timerem maradt. 71 másodpercen pontosítva. Az nem valami jó. Sietni kéne. Ott van! Megcsináltuk a Act 1-et. Csak viszont, hogy meghalunk, akkor újra kezdjük. Teljesen Sonic lesz a Ninjadból, Márti úgy pörög olyankor. Hát az biztos. Gyakorlatilag konkrétan úgy pörög, mint ahogy éppen Sonicoznánk. Ujjjjjjjjjjj. Az... jó dolog. Deep. Az önkényes militaristák megérkeztek a semmiből. De mennyire fereste? Lövöldözik. Ugye meghalok. Azt hozzá kell szokni ahhoz egyébként, hogy egyébként itt le kell ugrani, vagy mit kell itt csinálni. Gondolom. Csak így. Így kell leugrani. Valami ilyesmire emlékszem a videóból. Streamből. Pontosabban.
aki megfalol, iga. Aki megfal, igen? Vagy valami ilyesét akart mondani, szerintem a... Erhard? A Vera, a Verhard. Aki meghal, igen? Igaz? Az fasza volt. És akkor írja azt, hogy mennyi lehetőségem van, mivel teljesen game over lesz? Mindig 3? Bazd meg! De itt, na, innen kezdjük. Még azt hittem, hogy a... Azt hittem, hogy... Takarodjad már! Kurva anyád! P-player. Ja, az adhatja az életet. Kurva jó. Már csak egy életem van. Nem, 2, bocs. Ez a Szulejmán Szultán, tüntintesd már innen. Az jó. Ez kurva jó. Ez komoly izé, haddelhadok vannak itt egyébként. Az elmegy a lógyaihez képest. Kutya picsa. Na, másszál rendesen lefele szépen, azaz. De legalább a Stage 2 marad. Én meg azt hittem, attól féltem, hogy teljesen az elejét vissza dob. Szerencsére nem. Ha, hogy átugottam a csövest. Kukoricát. Nézd meg. De aztán nem battam volna már az elején a 20 életemet, azt az egy életemet, akkor tök jó lettem volna. Jaj! Visszaspawnol a Yoda mester! Az anyád. Isten pedig úgy teremtett. Csak el minden folytatja. Csak már csak egy életem maradt viszont. Ez egy szomorkás pillanat, hogyha ez így folytatódik tovább. Ne, hagyjál béke! Nem ugrott, hallod. Nem is illünk össze, azt mondja. Fejrészek között is vannak mentések. Hát igen, igaz, láttam. Most már nem. De legalább mindenkihez, szíved mélyen tudod, hogy igen. Isten pedig úgy teremtett, azt mondja, én nem akarok nénivel lenni. Nem is én. Ő nem is én, azt mondja. És honnan tudod azt, hogy a néni nem akar veled lenni? Ki tudja? Bazd meg! Akkor ezt előrekezlem. Azt csinálom, mint az Erhács szokta csinálni. Ilyenkor diát leugrik és diát megfal. És előrekezdi. Átveszem a taktikáját. Nem szarakodok feleslegesen, hogyha már egyszer meghaltam itt a legelején. Az mondjuk derekasan kezdődött. Hát ez fatán. Faszán kezdődött egyébként. Ez a Yoda mestertől a faszom ki van. De hogy a Gessibe kell ezt megölni? A lónak a húgyabb az meg varázsatosabb. Mennyien jönnek ezek, úristen? Ez itt csak egyedül jött. Takarodja. Na. No para srácok, megint megyünk tovább. Hoppá! Tökéletes időzítés, azt kell mondjam. Megint. Ez egy jó rész, jó szegmens, ez tök sima. Tök simán megy. Na itt haltam meg. Azt te már innen is át tudok ugrani. Oké. Direkt vissza akartam ugrani, baszki. Direkt azért azt akartam, hogy rá, megtámadom, aztán gyorsan visszugrok az előző platform. Pedig hát, hogyha nem lettem volna beszarva, akkor most ez jó lett volna. Az kemény. Visszapattantam, mint a farka mostorra. Csatogós kis picsa here. Én csak DS tolhatok, ifavá is megmondta, plusz fele és utálja. Távol marad, azt mondja. Hát nem biztos, nem tudhatod egyébként.
Lehet egyébként csak titkolja. Titkolja a Vera, hogy egyébként imádja a DS, csak nem akarja mindig mondani, mert már így is már el vagytok kanászodva. De bazd rá meg! Meg ezt itt leszapom magamat. Na végre. Hát geci. Mert a death lesz. Faszomból mert a death lesz. Na most már milyen jól belement. Csak most megint elment egy életen. Te támad már! Hát. Ostort. Nem tudom mit csinálják a nadrágokban duzzadó ostorral. Egyre inkább csak duzzad. Erekcióban gazdag. Egyébként most már nyugodtan meghalhatnék, mert már csak egy ilyetem van, úgyhogy szerintem meg is halok. Ez már a Stage 2 már jó, hangulatosan kezdődik, ugye milyen jó? Egyébként, ja. Na jó. Nem is rossz, figyelj, teljesen jó. Jó van. Akarod. Faszom katonáddal. Na. Maradt még három életem, úgyhogy ezt megcsináltam. Csak ezt kell jól megcsinálni, mert ezt mindig passzál megcsinálom. Jó. Oké. Ezt se tudtam. Kicsoda? Én se tudtam, majd ha végelsz nincsen színnek, akkor úgyis visszamehetek remetébe, szóval Viberának sem lesz több gondja vele. Most ha 8-szor kaphatsz game overt, utána az egész játék elejére visszakerült. Most mi? Most tényleg? De az hogy? Hát erre hát az csomószor eljátszotta ezt, hogy a game overt kapott, és nem ment vissza, nem került vissza. Rúgokottam nyugi a szondja. Már majdnem megijedtem. Már majdnem megijedtem, Getz. Ne baszd meg! Te! Ninja Gaiden 3-ban, akkor azon játszunk. Eljutok ide, halad és... És ilyenekkel halok meg, hát nem igaz a kórabot, szaros tüdös faszopó bogártól, hát nem igaz. Rákos kutya bogár, bazd meg, hát ettől halok meg, hát leszopom a tüdőmet. Farkamat a bogárba. Kezd melegedni. Kezd melegedni, lassan már lent jártott ki a kóstolja. Készítettel a agyhátyú adásos Grinch-től, bazd meg, hát. Ilyenek ezek a retro gémek, gémerek, mert jó, hogy én már nem vagyok ilyen. Vagy te már nem vagy ilyen? Te már profi gamer vagy? Pro modern. De most hogy elment a... Yes! Nem hiszem, mert tényleg. Kurva jó. Esküszöm. Mi tök faszan elmentem a tök messzire, el tudtam vinni most. De miért nem ugrik? Nem hiszem el. Miért is ott egy kurva lépcső? Rá tudjam tenni a mocskos, nyüves, penéses, spórás, spermás picsám. Nem, hát én már nem letrózok, nem az a én műfajom. Persze. Hogy tetszik a Ninja-gel? Nem rossz tudsz, csak hát most már azért kezd itt. Na ezt ilyennek kéne ennie mindig is a témának. Meg ilyennek. Az meg. Megmászottam úgy egy falat is, lenyomva tartod az ugrást.
Nyomkod a gyorsan jobbal irányt. Aha. Most ezt megpróbálom. Mi azt hittem, azt mondja, hogy Minecraft-os kurvák. Aha. Két falról oda-vissza ugrálni? Hát csak annyira messze van az a másik fal. Na nem tudnék. Hogy átmentem volna? Leszartam. Csöveseket. Kutyulit. Kutyuli. Mutassátok meg. Én vagyok a denevér ember. Tessék, denevérek. Kicsalogója, az kéne neked. Ugorjál már, Dick. Hát. Hát itt még okés az ugrás. Hát nem pont így, de hát valahogy így is lehet egyébként dolgokat megoldani. Az mondjuk hogy kúra fasza volt, így se basztam még el, így se basztam még el a pályát. Hiszen két, igen, lehet, ha megcsináltam. Szóval itt nem rossz a cucc igazából, csak kicsit, hát igen. Érdekes. Érdekes, fokatlan. Nem vagyok hozzászokva, hogy ezeket a retro játékokhoz hiába nyomtam én az izét. Mi? Anyádat. Kutya gyerek. És egyébként anyád jól van? Persze, hogy jól gesz. Nem, te játékodra. Az is íz. Ezután tuti megjön a kedve egy jó kis Silver Surfer 1990-re. Persze. Az is easy lesz. Simán. Mert majd egy ből. Pulba. Pulba. Betént. Hát most esküszöm azt mondja, hogy átugrom már ezt a némbert. A botorkányt, hogy a szar ez. Medvelevest. Medvelevest csinálok én belőle. Hát a medve gyerek sem jön át, de nem akarja látni se a izét, a retrót. Gondolatára sem képes gondolni sem. Anyádat, mi ez a ismerős neki, és takaríts már innen. Hát, anyádat. Dik, hát, atyavilág. De most nézem, hogy egyébként, amíg ez a faszom tűzfal, ami a geci ez rajtam van, addig nem is izélnek. Addig nem is sebződök addig. Ezt jó tudni, most jutott eszembe, most vettem észre. Akkor feleslegesen ugrándozott meg, feleslegesen szenvedek. Csak így nyomni kell, ez kész. Most már bet is tudom. Nem bot volt az, nyugodjál. Egyből kell ezt mindenkinek most ezzel játszol. Hát persze, hogy ne. Egyből érdekelt ember lettem ezzel, hogy most ezzel játszok valahogy. Nekem nem jut egy se, azt mondja. Mi körülötted van tűz, ilyenkor a sebeztetlenség, ja. Úgyhogy Dászhoz prepare to die here. Nope, csak a remaster, csak és a remaster. Remaster parlá! Takarodj! Gondolsz szar, hogy fogalat esetleg megölt, vagy esetleg pont poét, vagy pont azt a rákos csövest Rambó 2000-et ölt meg. Én mehetnék ilyen porn játékpontozónak. Igen? IGN játékpontozónak? Azt mondod? Az én videóm is azt írta, hogy izé, hogy... Töri óra. Töves a Sándor is. Köveskedik itt, de nem képes nyugton maradni. Nincs
csak a pornózás. Ugorj már rá, hát azt a szarházit, hát nem igaz. Hát leszapom magam. Na most meghalok mindjárt. Most nem kell sok. Szóval csak egy életem maradt. Nem óvatosan kell egyébként eljárni ezzel a feladattal, feladatkörökkel. Ilyen pályák részletek kínálják nekem egyébként az egész játékba. Ez olyan könnyű bazzak, hogy csak szaladok, azt meg is van. Ilyenek kénének nekem. Ilyenek már nincsen több egyébként. Hódok ilyesmi csak egy az egyben. Egy van csak. Nem hiszem el, hallod. Nem hiszem el tényleg. Edzek egy jót a streamre, azt mondja. Edzél, Somlói, edzél. Baszed. Őszinte vélemény az avatárról, hát kisé fasz tudja. Jó fasz, most tényleg? Most tényleg ezt mondta? Hát geci, bazd meg, megölöm és szaros bunkós botnyával, meg a szaros izé perecével, bazd, visszadob, bazd meg. Most tényleg. Igen. Az van. Istenem, geci. Hát őszintén. Hát most kissé faszt tudja. Hát ez nagyon kemény. Sanyasz. Az baszett. Te egyébként Kristóf, hogy... Mennyi időt jutottál egyébként át ezen a részen? Remélem nem csak én szopok itt órákat. Meg kell ennek is találni a izét, a megoldását, hogy mikor érdemes. Ütöm, bazd meg, azt nem emöli meg. Hát leszopom, hát nézd meg. Ennek már úgyis minden. Olyan az ember. Faszomat az emberbe, azt is nem kell, az nekem zsangó-mangó sincsen, semmi sincs. Engedj már élni! Kiviszi magát. Ha chillelsz? Hát én próbálok chillelni, de nehezen meg. Én tényleg menően nehezem el, tényleg, ha ezt kivitted. Hát ha ezt kivittem, igen. Ez a megfelelő szórák, ha ezt esetleg kivittem. Megint nem akarta megölni a csövest, kukoricát. Kutyulit. Úgy ugranak az, mintha izért. Akciós lenne a szállított marha, bazd meg. Ugranak, futkoráztak mindenhol. Covid-ba baznak futnak haza, hogy izért. Ma adjanak otthon. Én még előtte azért jó kis WC papírt meg a szállított szart. Megveszik. Kitörölhessék a sebúkat szagszarás közbe. Na. Meg... Beszarok ettől a potorkánytól, hogy miért mitől, hát... Ne megcsinálj ezt a potorkányt. A végre. Na! Szájidőpontban ugrok, hogy tudja a tököm, hogy hol ugrok. Akkor kéne ugrani, amikor a másik irányba néz. Hogy tudja a gyász. Egyébként, de tényleg. Na, srácok, most mondani kell valami tippeket. Bölcsességet, meg kell állani szeretettel a műsor. Sokkal nehezebb. Azt mondod? Hát, Mountain az sokkal valóban. Vagy azt tudod, mit kell csinálni igazából. Ha úgy nézzük egyébként, az is egy valamilyen szinten egyszerűbb. Egy fokkal... Bézed.
kettőt hittem már, sok minden vagy valami. Igen? Az jó. Akkor tanítanod kéne. Tanítanod kéne engem Kristóf ezekből a dolgokból, mert te látom, hogy te tele vagy izével, tapasztalattal, tapasztalással, meg különböző megoldásokkal. Meg kéne nekem mutassad ezeket a szeretetes perceket, ezeket a tehetségeket. Már hogy benned megvan a tehetség. Főgésre elhozod, csak elhozod és kiviszed. Aha. Pörgést. Hát nem is... Ez mi? Egyébként. Ja, csak sima ütés, hogy mi ez egyébként. A végre. Mennyi van ebből te? Oh. Olyan most jön a izé van. Olyan most boss van, hallod? Piros cuccát meg manát adnak. Aha. Értem. Lőszel hozzá, vagy nimpó, hogy mennyi. De ez az, hogy nem tudom, melyik a izé. Melyik az a nimpó ezek közül. Játékot hoztam kifejezetten szeretem a szépszétesetettel. Aha, ja, értem. Hát épp ezért kéne szépszétel nyomni, és akkor el lehessen menteni bizonyos időtartamokba, tudsz csak, ne? Ne. Húha. Ez nem tetszik. Ja, már megvan, bocs. Megvan már, oké. Nem teljesen, de... Ennyi! Végre sikerült kitolni azt a kettes akkot. Hála Istennek! Jaj! Easy! Húvas gyak, woman! Húvas a woman! Akkor még három aktot kell kitolni, és akkor vége a játéknak, igaz? De úgy tudom egyébként, az akt 6 az ilyen izé bónuszpályást nem kötelező megcsinálni. The name is Rio. Hát milyen íz? Máté és Bínia. Jó valami haverod? Hát egyébként az izé elhámad meg a Somolyának a közös ikertestvére egyébként szerelem gyermekei. Ilyen tudsz a hádra is, sokkal egyszerűbb játék. Aha, hát lehet. Ott még az elején nehezen tudom figyelni a hátot is egyébként. Közben. Mert ott előfordulnak, hogy hát... Én hogyha találtam is valamit egyszer, nem tudom, hogy most akkor melyik alkalomra érdemes elhasználni. Wait a minute. Bónusz pálya. Aha, hát ez itt. Ez csak egy bónusz boss, nem? Mint a izé, mint a Hotline Miami-ban, és amikor vége a játéknak, akkor van valami bónusz a bikerrel. Melyikkel? Lerombolzalak? Nem. Általában kb. 5 manát leszel egy támadás. Igen? Tudom én, Kristó, csak próbáltam ezért megvezetni az embereket. Akik esetleg nem tudják, akkor esetleg... Már egy óra megy már a stream, és még csak a kettő aktot csináltam meg. Jó, menjen tovább. Harmadik akt. Ugye mire...
Az jó. Még leopárdot is van itt erre fele. Az mondjuk geci jó volt. Sasmodell. Jóra csak pristream volt. Ja, hát mondjuk lehet. Jogos. Oda itt a második akta azért elszenvedtem mendesen. Sasgeci tak. Tudnyira. Tudj innen. Vagy csak így. Mi? Megállítom az időt. Dick. És ezt hogy csináltam? Ezt magától nyomta ezt be? Nem nyomtam semmit. Ezt magától nyomta? Valami nem emlékszem, hogy meg lehet állítani az időt, vagy mi az Isten. Gyorsan megvolt. Közeled szipaszt sasfészkéhez. Ja igen? Ja lehet egyébként. És a meteorbarlangat mikor jön? Az még odébb lesz. Az még rakétavetőt akart rám dobni. De hát én kivédtem. Nincs a testemmel. Aha, oké. Az igen, eltűnnek, vágod? Az igen. Az jó mondjuk. Visszajön a madár? Nem. Nem jött vissza. Hoppá. Nincs sok életem már, az a baj, sajna bajna. De miért arra néztél? Miért arra néztél, baszki? Áááá. Itt tök jól álltam. Túl sokat vártam. Ez nem fenn volt az előbb? Ja nem, itt is van fenn. Még ez jó egyébként, hogy konkrétan kimegy a frame-ből, aztán ezt már nem dobja rám már azt a szarát. Ez kemény mondjuk. Jó dolog. Az mondjuk faszabb volt ugrani. Ákos popámra azt mondja. Hát egyébként igen. Ákos popára vagy kíváncsi, és őket, és megmutatja direkt a izé Sándornak, geci, ezt a... Ákos popára vagy kíváncsi. Az kemény. Dick. Dick az mi? Az igen. Lehet ilyet is. Haltam meg. Csak hát nem volt sok életerőm. Egy sasgeci, tűnjél a picsába innen. Nem már sok életem, ott volt a vége! Ott volt a vége! Picsába. Swagstar. Csak a swag yolo. Csak a picsám. Csak a heredur. Na, azért most már, azért nyugodjál meg. Dick! Dick! Hát, ezt már elkúrtam, ez már. Ez már vége, ez már kuka. Kukakör. Ezt már elcsesztük szerintem, ezt most már. Olyan kevés életem van, simán. Hát, ez elpicsáznak ezek már. De azért visszük, amíg visszük, aztán. Látjuk, mit érünk el. Az derekas volt. Így már valóban nincs már sok, ennyi volt. Jó chillen. Elkúrta. Így van. Elkúrtuk. Még így gyorsányosan elkúrtuk, nem muszáj volt. Érezzük, átadjuk mindenkinek, mindenki számára a törődést.
Bizony elhortunk, gyerekek, elhortunk. Hagyjátok, milyen profint tudom? Kurva jó vagyok egyébként, csak úgy elmondom nektek. Tűnjél innen, rákos sas. Ez a sas annyit sebesz, hogy leszopod magad, hát... De jó, jó időzítés volt. Leír egyszer az életbe. Szerintem meghalok, hogy nem tudom. De már... Habár mondjuk mindegy. Ők mindegy igazából. Mert nincsenek itt ilyen nagy safe checkpointok, meg ilyenek. Egy ponton megy keresztül az egész játék. Az jó döntés volt ezt életbe hagyni. Az jó. De nincsenek itt ilyen checkpointok, itt rövidnek tűnik ez a szegmens. Ők lehetséges, hogy pont az, hogy az nem a vége a pályán. Az a stage-nek, szerintem. Valamiért én azt érzem, mert ez kicsit ilyen túl korai lenne, vagy nem tudom. Végre már kell stratégia. Hát, gondolom. Főleg azért, mert nem is látom, hogy baszki, mikor megy hátra, mikor megy előre. Csak akkor látja. Akkor látja, hogyha... Akkor látom, hogyha már elugrok, és azt vettem észre. Ezek a sasok pont olyan idegesítőek, mint a Elden Ringben is azok a Wolverine-es sasok. Wolverine karmú sasok. Meg mint a kutyák a izébe a dászhozókba. Pont annyira. De... Pusztulj már! Nem tudom, hogy sikerült, de meg... Az meg így nagy szerencse volt. Nagy tál szerencse. Nagy tál bikahere. Még elfelejtettem, írtam, hogy ezért már vége. És stratégiázni? Mit lehet is stratégiázni? Ez nem egy menedzsment játék, stratégia ízé, stronghold, bazd. Ó, ez egy hülye dönt... Az a sas mit keresett itt? Nem is volt eddig itt ilyen sas? Hát ne kúrj már fel. Az geci jó. Na azt mondom, hogy nem kell stratégia, vagy milyen stratégia kéne ehhez. Ilyen 88-as játékban stratégia? Hagyjuk már. Itt még csak előre kellett menni, itt nem voltak még stratégiák. Most kaptam egy izét. Lehetséges, hogy ez a dobócsillaggal. Bár nem hiszem, mert nem megy el szerintem odáig. Beszarok. És én meg azt hittem, hogy megölöm. Az kemény mondjuk. Az nagyon derekas volt.
Bármilyen még megfordul a lenti csöves. Hát de nem látom, hogy megfordul, mert nem látszódik az ember. Állj meg! Lenti platform széléről. Aha. És hogyha túlság, hogyha nagyon a szélére megyek, akkor látni fogom. Megnézzük. Eddig nem volt olyan, hogy ez megmutatta volna magát. Eddig mindig a frame eltűnt. És mindig elfelejtem, hogy nem elég csak így lecsúszni, bazzak, hogy ugrani is kell. Maraton futók hallod. Meredek volt. Kicsit megizzadtam ezen a pillanaton most. Egy pillanatra, csak egy pillantásra. Hogy visszaütöttem, hogy mi volt az? Eltűnt? Na, jó van, azért. Miért van, amit normálisan is csinálják. Ha látom már, jó, oké. Csak hát, ez szaros. Kurva sas, picsáját, nyalogatja meg. Tényleg kezd meleg lenni, kicsit.